Az orosz csapatok kedre víradóra rakéta csapást mértek a nyiprói repülőtérre. A támadásban megsemmisült a légikikötő kifutópályája. A hírről Valentin Ereznycsenkó Dnipropetrovsk megye katonai kormányzója számolt be. A jelentés szerint Reznycsenko a Telegram csatornáján továbbá a Facebook oldalán azt közölte, hogy az éjszaka az ellenség megtámadta a repülőterednyi próbán. A légi légikikötőt két rakéta találat érte, a kifutópálya megsemmisült. A terminában károk keletkeztek, nagyszabású a pusztítás, sok időbe telik majd a helyreállítás.